Halászlé halászati tilalomban nem lehet halászni a Tiszában, amit nagyon sajnálnak a tiszalökiek. Galambok és maradékuk. A szóvivő szerint a nyíregyháziak tehetnek arról, hogy sok a madár és a kosz a városban. Az oroszok már az iskolában vannak, a szovjet időket idéző tárgyakat, szamovárt és martyoskát is vittek a diákok az Ötvösbe. Nem lehet januártól halászni a Tiszán. A szakácsok attól tartanak, hogy a korábbinál még jobban csökken a halfogyasztás emiatt a megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tavaly tiltotta meg az országgyűlés az úgynevezett kereskedelmi célú halászatot a természetes vizeken. A horgászok ennek örülnek, míg a halászok nem. A tiszalökiek attól félnek, hogy így a korábbinál ritkábban tudnak igazi tiszai halakból ételt elkészíteni vendégeiknek. Erről is szó esett a Széles a Tisza című szombati rendezvényen a vízparti városban. Halászlét szerettünk volna készíteni, de birkapörkölt lesz belőle végül is. Volt, aki így oldotta meg a problémát, és nem halat, hanem birkát főzött a szombati főzőversenyen. Sokan azonban nem mondtak le a halról, ha már a Tisza parton voltak. Itt például halfasírt készült. Ez a csapat pedig halat sütött. A háziasszony is panaszkodott, amiért megtiltották a halászatot. A páromnak a testvére is halász, és vissza kellett adni azt a régi mesterséget, úgyhogy ez elég fájó, csak nagyon kevés halat lehet fogni. Ebben az üsben hagyományos halászlé főtt. A szakács úgy látja, nem volt tisztességes, hogy megtiltották a halászatot. És én azt gondolom, hogy ez az uniós intézkedés nem teljesen korrekt a halászokkal szemben, hisz évszázados hagyománya volt a környékünkön is a halászatnak, ami teljes mértékig azokat az embereket, akik tradicionálisan ezt végezték, családról családra szállt ez a hagyomány, azokat nagyon komolyan érint, és ezt nagyon sajnáljuk. A tiszalöki polgármester viszont úgy látja, sokkal több lehetősége lesz így a horgászoknak. Ezért nem tartja rossz döntésnek a kereskedelmi célú halászat megtiltását. Ez nagy öröm. Annak a néhány halász családnak biztos, hogy nem. Én horgász ember vagyok, bár ritkán jutok le a vízre. A horgászoknak ez jó hír. És különösképpen ez szerintem nagy problémát nem jelent. Még egyszer mondom, azoknak a halászoknak, akik ebből éltek esetleg, azoknak trauma, ezt elhiszem, de ez így van rendjén. A halászati tiltás persze senkit sem akadályozott meg abban, hogy jól érezze magát a Széles a Tisza nevű rendezvényen. Több százan szórakoztak szombaton a tiszalöki középiskola udvarán. Tanúszoda épül Kemecsén. A 25 méteres feszített víztükrő medence mellett egy 10 méteres tanmedence is lesz majd a létesítményben. Egyik fala mobil lesz, és strandként is használhatják nyáron. A beruházás jövő tavasszal lesz kész. Az alapkövet pénteken rakták le. Egyelőre még csak maketten létezik a kemecsei tanúszoda, amely a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épül meg. Az ország 78 településén épülnek iskolák, tantermek, tornatermek és tanúszodák. A mindennapos testnevelés és a minden gyermek tanuljon meg úszni elv jegyében kötelezte el magát a kormány az infrastruktúrális feltételek megteremtése mellett. A megyében Csenger és Fehérgyarmat után pénteken Kemecsén rakták le az úszoda alapkövét. Minden épület fontos, de egy olyan sportlétesítmény, amiben az itt élők sportolását tudja biztosítani, az itt élők egészségében tud egy kicsit segíteni, az egy nagyon fontos létesítmény, hiszen a vidéken maradás, az itt maradásnak egyik fontos helyszíne lehet ez, hiszen a kormány azt tervezi, hogy minden járási székhelyre tanúszodát, tornatermet vagy tantermet építsen, és azt üzenjük ezzel, hogy számunkra fontos a vidék. Itt is úgy gondoljuk, hogy minden ilyen beruházásra lesz szükség van. A 369 millió forintos beruházás teljes egészében állami forrásból épül. A telket az önkormányzat biztosította. Emellett mintegy 30 millió forintot fordítanak majd területrendezésre és a parkolók kialakítására. Az új létesítményben képzett szakemberek segítségével tanulhatnak meg úszni a fiatalok. Ez a létesítmény nem csak a városnak, hanem a járás településeinek és a szomszédos településeinek is szól, és ezeknek a diákoknak is, akik használni fogják, és nem csak a diákok, természetesen a szabadidő eltöltésére a felnőttek is majd nyugodtan igénybe vehetik ezt a létesítményt. Az úszoda a tervek szerint 2017. februárjára készül el. A fenntartás és az üzemeltetés költségeit az állam vállalta magára.
Elsősorban a nyíregyháziak hibája, hogy elszaporodtak a galambok a megye székhelyen. Ezt közölte Szabó Edina, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Sajtószóvivője. A társaság naponta takarít a madarak után, valamint egy egyesülettel közösen próbálják elszállítani a galambokat a városból. Hiába próbálnak megoldást keresni a problémára, az etetés miatt ide szoknak a madarak, pedig jelenleg tilos az etetésük Nyíregyházán. Galambok a Kossuth téren és galambok az épületeken. Hiába a galambriasztó tüske vagy a madárháló, mégis visszaszállnak. Ez pedig sok problémát okoz a belvárosi épületek üzemeltetőinek. Az egész padlásról, amit letakarítottunk, madártetemet, galambtetemet és madárőrülőiket, az körülbelül 4 darab 5 köbméteres konténer lett vele tele. Ez körülbelül szerintem olyan 2,5 tonna körül lehetett. Most úgy tudunk ellene védekezni, hogy a homlokzatot meg lehet védeni galambhálóval, tehát ez az egy megoldás van rá, az ilyen ultrahangos megoldások nem működnek. És minden évben 2-szer, év elején és év végén, tehát tavasszal és ősszel egy bádogos vállalkozót megbízunk, aki végigjárja a tetőt, a csatornákat, és kiszedegeti a galambtetemeket, mert különben eldugítják a lefolyókat, és leházik a ház homlokzat, ami egy-két helyen most látható is. Nyíregyházán jelenleg is tilos a madarakat etetni, mégis sokan teszik. Ez az oka annak is, hogy a madarak visszaszállnak és kellemetlenségeket okoznak. Hiába a takarítás, a térköven és az épületeken akkor is ott maradnak az állatok nyomai. Próbáltunk állatbarát megoldást találni a probléma kezelésére, és bevontuk az Amatőr Galambász Egyesületet, akik az egyik legforgalmasabb és legfertőzöttebb területen található középület tetején begyűjtik a madarakat és elszállítják azokat Nyíregyházáról. De hát ennél teljesebb megoldást jelentene, hogyha a városlakók egyáltalán nem etetnék sem a közterületeken, sem pedig az épületek ablakaiból a madarakat, mert hogy az ember tehető felelőssé az állomány elszaporodásáért is, és azért is, hogyha ezek a madarak oda szoknak egy adott területre. A NyírVV munkatársai naponta takarítják a madárürüléket, másrészt az elhullott állati tetemeket is elszállítják az állategészségügyi telepükre. A szóvivő szerint a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha mindenki belátná, hogy a madarakat nem csak azért nem lehet etetni, mert tilos, hanem azért is, mert a város köztisztaságának ártanak az ide szokott galambok. Idén már 3 gyalogos és 3 kerékpáros vesztette életét az utakon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezért gondolja fontosnak a rendőrség, hogy időről időre közlekedésrendészeti ellenőrzést szervezzen. Hétfő reggel a Kodály Zoltán általános iskola és a Váci Mihály művelődési központ közötti zebránál bicikliseket, járókelőket és autósokat állítottak meg a rendőrök. Akik szabályosan közlekedtek, ajándékot kaptak. A szervezet országos statisztikáiból kiderül, a gyermekbalesetek száma a nyári időszakban megemelkedik, ezért időzítették az ellenőrzést a nyári szünet előtti utolsó napokra. A rendőrség folyamatosan az iskolákban tart baleset és bűnmegelőzési programokat, nyilván mindenkihez azonban mégsem biztos, hogy el tudunk jutni. Tehát azért nagyon fontos, hogy ilyenkor felhívjuk a figyelmüket, egyrészt a bicikliseknek, a gyalogosoknak, a szabályos közlekedésre, és hát az autósokra is ráfér egy kis figyelmeztetés. Ennek az ellenőrzésnek most nem a bírságolás elsősorban a célja. Természetesen, hogyha a kollégák olyan szabálysértést észlelnek, amit szankcionálni kell, akkor ezt meg is fogják tenni, de elsősorban tudatosítani szeretnénk, hogy fontos a szabálykövető közlekedés. Szamovár, matyoska baba és plüssmedve orosz kiállítást rendeztek a nyíregyházi ötvös iskolában. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 1455 érem, 90 serleg és 142 labda talált gazdára a megyei futballbajnokságok legjobbjai díjazó hagyományos szezonzáró ünnepségen. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága a dobogós helyen végzett csapatokat, a legsportszerűbb együtteseket és a gólkirályokat díjazta. Nem jutott a bajnoki döntőbe a Nyíregyháza Tigers, miután az elődöntőben, idegenben 24-7-es vereséget szenvedett a Budapest Cowboys csapatától. A klub elnöke, Szépe József lemondott, utódjáról júliusi közgyűlésökön döntenek majd a Tigrisek. Egy rendőrségi hírrel folytatjuk a híradót. Kitiltottak egy 35 éves rakamazi férfit agresszív viselkedése miatt egy helyi presszóból vasárnap. A balhézó férfi nem hagyta annyiban a dolgot, visszatért, és életveszélyesen megfenyegette a pultost, majd arra kényszerítette, hogy adjon neki italt.
A kocsmáros ilyettében engedelmeskedett. Az agresszív férfi végül távozása előtt nem volt hajlandó kifizetni a fogyasztását, hanem azt mondta, hogy majd azt később rendezi. A Presszó tulajdonosa a történtekről csak órákkal később tett bejelentést a rendőrségen. G. Robertet a rendőrök rövid időn belül lakásában elfogták, és zsarolás megalapozott gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették. Egy ennél sokkal vidámabb és színesebb hír következik, falfestményekkel teszik barátságosabbá a nyíregyházi vasúti aluljárót fiatalok. A vágányok alatti fehér falfelületeken a nyíregyházi művészeti szakközépiskola festő és grafikus diákjai kezdtek ma dolgozni. Egyelőre a kontúrok megrajzolásánál tartanak, de várhatóan a hét végére elkészülnek az alkotással. Egy mávos pályázaton lett a legjobb a diákok terve, a falakra nem csak mozdonyokat és vagonokat festenek, hanem olyan épületeket is, amelyek mellett az egykori kisvasút és villamos elhaladt. Szerintem ez egy igazán dekoratív festmény lesz, és hogyha valaki lejön ebbe az épületbe, és az aluljáróba, akkor nem fogja azt gondolni, hogy hú, hát ez egy nagyon egyszerű és igazából stílustalan város, hanem lesz egy ilyen, mégis egy ilyen bemutatkozása az egész Nyíregyházának, így az idegeneknek, és akkor mindenkinek megjöhet igazából hozzá a kedve, hogy városnézésre induljanak. Pelmenyit és almás pirogot is kóstolhattak ma a nyíregyházi ötvös iskola diákjai. Az oktatási intézményben orosz napot tartottak. Az udvaron uaz, az aulában pedig szamovár és régi orosz plüssmedve is várta az érdeklődőket. Több szamovár és diavetítő is helyet kapott az orosz kiállításon a nyíregyházi ötvös József általános iskola és gimnázium aulájában, több standon mutatták be az orosz kultúrát. A fiatalok kissé ügyetlenkedve szedték szét a matrioskát, majd ügyesen rakták egymásba a kettészethető fababákat. Én ismertem ezeket a kis babákat, meg néhány ilyen festett tárgyat is. A diákoknak minden tárgy és emlék érdekes volt, hiszen ezekről csak szüleiktől, nagyszüleiktől hallhattak eddig. A kiállítás szervezésében a tanárok is segítettek, az intézmény igazgatója például egykori orosz szótárát, otthon gyűjtögetett pénzérméit és könyveit is elhozta a kiállításra. Földrajzi történelmi témájú könyveket, atlaszokat adtam a kiállítás szervezőinek, illetve numizmatikusként pedig az egykori Szovjetunióban használt rubel, illetve kopejka forgalmi sort is kiállítottuk, és akit érdekel a numizmatika, hogy milyen pénzt, fizetőeszközt használtak az egykori Szovjetunióban, az ezt megnézheti. Az iskolában 5 idegen nyelven tanulhatnak a diákok, többek között az orosz nyelvet is elsajátíthatják. Tanulok oroszt, most szeptemberben kezdtem, tavaly szeptemberben. Azért tartom fontosnak, mert szerintem egy nagyon szép nyelv és érdekes, és igaz, hogy nem beszélik sok helyen a világon, csak Oroszországban, de attól még ugyanolyan fontos. Autentikus orosz ételeket is kóstoltak a diákok, az aulában marhahússal töltött pelmenyit és almás pirogot kínáltak. Az iskola udvarán pedig egy ladát és egy uaszt is megtekinthettek a diákok. ...1455 érem, 90 serleg és 142 labda talált gazdára, a megyei futballbajnokságok legjobbjait díjazó, hagyományos szezonzáró ünnepségen. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága a dobogós helyen végzett csapatokat, a legsportszerűbb együtteseket és a gólkirályokat díjazta. A hagyományokhoz híven a megyeháza díszterme adott otthont az ünnepségnek. A 2015-2016-os szezonnak 137 csapat vágott neki. 9 együttes ugyan menet közben visszalépett, de a létszámot tekintve Pest megye után Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén mellett a harmadik legnagyobbnak számít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet az országban.
Szám szerint 23 bajnokságunk volt, 137 csapat részvételével, amivel, ahogy említettem, kiemelkedtünk a mezőnyből, sőt, hogyha ide számoljuk a téli tornáinkat, futszál utánpótlás tornákat, akkor sokkal több bajnokságról, tornáról beszélhetek, mint 23. Nem volt egy unalmas évünk, nagyon mozgalmas volt, viszont szerencsére a különösebb problémák, gondok balhéktól mentes, és ennek nagyon örülök, azért a sportszerűség volt a jellemző erre az esztendőre, bízok benne, hogy ez megmarad a következőkbe is. A Gyulaháza tavaly ősszel újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak. Bár szezon közben akadtak gondjaik, végül sikerült megkapaszkodni a csapatnak a megye egyben. Különösen az ősz volt egy játékba egy sokkal gyengébb, ekkor beleszaladtunk nagy pofonokba, amit egyszerűen szégyeltünk el, olyan szintű volt a pofon. Tavasszal már sokkal, de sokkal jobban játszottunk, szinte minden csapattal pariba voltunk, bár ez az eredményeinken nem látszott. Tehát én bízom benne, hogy most, hogy megragadtunk az első osztályba, most már azok a labdák, amelyek a kapufáról kifele pattantak, most reméljük már befele fognak, és annyi rutint szereztünk ismételten az első osztály mezőnyébe, hogy előrébb fogunk tudni lépni. A megyei díjátadóval elméletileg véget ért a 2015-2016-os szezon, az Ibrány azonban 3-0-ás hátrányból még pályára lép szombaton a Kaposvár ellen az NB3-os osztályozó visszavágóján. Az új szezonra július 1-ig nevezhetnek a megyei csapatok. Nem jutott a bajnoki döntőbe a Nyíregyháza Tigers, miután az elődöntőben idegenben 24-7-es vereséget szenvedett a Budapest Cowboys csapatától. A klub elnöke, Szépe József lemondott, utódjáról júliusi közgyűlésökön döntenek majd a Tigrisek. A szezon előtt a bajnoki döntőt célozta meg a Nyíregyháza Tigers a hazai amerikai futballbajnokság legmagasabb osztályában. Az alapszakasz 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 4. helyen zárta a 4 tengeren túli játékossal megerősített együttes. Az elődöntőben a Budapest Cowboys jobbnak bizonyult a Tigriseknél, akik számára így álom maradt a finálé. A klub elnöke Szépe József úgy döntött, hogy 3 év után távozik posztjáról. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elértünk közösen. Én nagyon szépen köszönöm Bora Tamásnak és az egész csapatnak azt a fajta támogatást, amivel segítették a közös munkát, és az ő részüket beletették. 3 év alatt 3 elődöntőt játszottunk, rendre ott voltunk a kiemelt ligában, egyedüli vidéki csapatként, mint esélyes. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy a Tigers utat mutatott az amerikai légiósok beépítése és alkalmazása terén az egész országnak, és az biztos, hogy a csapat nélkül nem lehetett volna az én munkám sem ilyen sikeres, úgyhogy én a fiúknak nagyon-nagyon köszönöm. Az elődöntő után megnevezték azokat a játékosokat, akik közül kikerülhet a szezon legértékesebb támadó, illetve védőjátékosa. Utóbbi kategóriában 3 amerikai futballista mellett a nyíregyházi Pápa Szabolcsra is voksolhatnak a szakemberek és a szurkolók. Én mindig nyilván maximumot próbálom nyújtani a pályán, aztán volt egy sérülésem, már az utóbbi 2 meccsben ez akadályozott, de hát hál' Istennek így is örülök, hogy az év jelöltje lettem. A Miskolc Steelers és a Budapest Cowboys július 19-én játssza a bajnoki döntőt. A mérkőzés fél idejében adják majd át a legértékesebb játékosnak járó díjakat. A Nyíregyháza Tigersnél pedig a klub júliusi közgyűlés indul el, hogy kilép a távozó Szépe József helyére. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nem lehet januártól halászni a Tiszán. A szakácsok attól tartanak, hogy a korábbinál még jobban csökken a halfogyasztás emiatt a megyében. Tavaly tiltotta meg az országgyűlés az úgynevezett kereskedelmi célú halászatot a természetes vizeken. A horgászok ennek örülnek, míg a halászok nem. A tiszalökűek attól félnek, hogy így a korábbinál ritkábban tudnak majd igazi tiszai halakból ételt elkészíteni vendégeiknek. Erről is szó esett a Széles a Tisza című szombati rendezvényen a vízparti városban. Tanúszoda épül Kemecsén, 25 méteres feszített víztükrő medence mellett egy 10 méteres tanmedencét is magában foglal majd a létesítmény. Egyik fala mobil lesz, és strandként is használhatják nyáron. A beruházás jövő tavasszal lesz kész, az alapkövet pénteken rakták le. Elsősorban a nyíregyháziak hibája, hogy elszaporodtak a galambok a megyeszékhelyen, közölte Szabó Edina, a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Sajtószóvivője. A társaság naponta takarít a madarak után, valamint egy egyesülettel közösen próbálják elszállítani a galambokat a városból. Hiába próbálnak megoldást keresni a problémára, az állatok az etetés miatt ide szoknak, pedig jelenleg tilos az etetésük Nyíregyházán.
A Kölcsei Televízió híradóját látták június 13-án hétfőn, friss hírekkel kedden este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden is többnyire felhős időre számíthatunk záporokkal. Csak kedd estére hagyja el térségünket az a fölöttünk örvénylő sekély ciklon, ami a borongós csapadékos időt okozza. Éjjel borult lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden napközben többnyire erősen felhős idő várható, estére csökken a felhőzet. Záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél általában mérsékelt marad, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Számottevő fronthatás nincsen térségünkben. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A hétvégéig jobbára napos idő lesz, inkább szerdán zavarhatják még gomoly felhők a napsütést, és záporok, zivatarok tehetik még változékonnyá az időt. Csütörtökön és pénteken meleg, száraz, strandidőre van kilátás. A hétvégén ismét több lesz felettünk a felhő, és öbb felé várható eső, zápor, zivatar.